Internetnépe, én Viola vagyok. És a mai napon eljelentkezem, ugyanis szeretem már nektek elmesélni, hogy milyen is volt Olaszország. Aki követ minket Instagramon, az már láthatta, hogy 6 napot töltöttem el a fantasztikus Olaszországban, ilyen ősszel és gyanán, és éppen ezért ott egy csomó képet csináltam, mindenfélét, de úgy döntöttem, hogy mi lenne, hogyha elmesélem nektek, hogy is volt az egész, mert rengeteg dolgot onnan kihagytam, amit itt ugye elmondok, úgyhogy kezdjünk bele. Az első napunk utazással telt, ugyanis délelőtt ment a gépünk, olyan 11 körül, és először elmentünk Pízába, mert ugye ott tett le minket a repülőgép, és megnéztük Pízát. Pízáról annyit kell tudni, hogy ugye ott látható a pizai feldetorony. És ezért a környékén elképesztő mennyi turista volt, de tényleg, tehát, hogy mindenki próbálta az ikonikus beállást, neki így átugált minden, és azt tudni kell, hogy az épület előtt van egy hatalmas zöld füves plac, amire korábban rá lehetett menni, és ott lehetett fotózkodni, ugyanúgy, mint például a pázsi Eiffel-toronynál. De most már nem lehet, most már teljesen le van zárva, gondolom széttaposták a füvet a turisták, vagy nem tudom. Úgyhogy most már csak egy szűk részen lehet fotózkodni igazából, ahol, ami igazából így körbe van így véve ez a zöld füves plac. És ezért ott tényleg, ott így utak sorban álltak az emberek. Elképesztő volt ott a tömeg, de nagyon-nagyon fontos, hogy Pízában ne csak a pízai feldetoronyt nézzétek meg, mert az egész városnak van egy ilyen nagyon régies stílusú hangulata, és van egy csodaszép főtere, ami egy hatalmas körtér igazából, és ott, ha az ember beáll a közepére, akkor látja már az egész várost, és ez nagyon-nagyon szép. Úgyhogy mi nem csak a pízai feldetoronyt néztük meg, hanem még a mellett lévő egy-két szép épületet, ott ebédeltünk, egy nagyon-nagyon-nagyon furcsa étterembe kerültünk be, igazából csak így az utunkba esett, és úristen, annyira ilyesek voltunk tényleg. És az egész étkezde tele volt szentképekkel. Gyakorlatilag Szűz Máriával szemben étkeztem. Elég abszurd volt, de nagyon-nagyon vicces, és a kaja zseniális volt. Tehát tényleg azt el kell mondanom, hogy én Olaszországban egyetlen egy rossz kaját sem ettem. Jó, ez kivétel, de tényleg annyira jók ott a kaják. Hát ezt el sem tudom nektek mondani, de tényleg. Szóval igen. Úgyhogy ez volt első nap, utána pedig Pízából átmentünk Firenzébe, ahol ugye volt a szállásunk, vonattal mentünk, és tudni kell az olasz vonatokról, hogy kétszintesek. Belépsz az ajtón, körülnézel, és megláthatod, hogy van még egy szint így fönt, amit én amúgy nagyon jónak találtam, mert itt sokkal-sokkal több ember le tudott ülni. Ezen kívül nagyon-nagyon-nagyon kényelmesek voltak az olasz vonatülések, úgyhogy király! Szóval, ugye megérkeztünk Firenzébe, úristen, hát Firenze, az a város, az kemény. Nagyon nagy szerencsék volt, mert a szállásunk gyakorlatilag tényleg a City Centerben, a város központban volt megtalálható, és ezért tényleg mindent 5-10 perc alatt elértünk gyalog. Ezt amúgy mondta is amúgy a mi apartman tulajdonosunk, ugye akitől béreltük az apartmant, hogy nem érdemes se buszjegyre költeni, se autót bérelni a városban, mert hogy tényleg minden elérhető lábon innen 5-10 perc alatt, és tényleg igaza volt. Firenze egyszerűen valami fantasztikus, tehát hogy azt el kell mondanom, hogy akkor ott a tömeg, de igazából ez egész Olaszország rámutató, hogy egész Olaszország olyan, mint egy hangya bolyán gyakorlatilag. Mindenhol emberek, és rengeteg ember. Tényleg rá lehetne tenni Olaszországra a megtelt táblát, mert gyakorlatilag az embertömeg, ami ott volt, hát az mindegy is. Szóval elég kemény volt. Tudni kell Firenzéről, hogy ő még jobban régiesebb stílusú, mint Pisa. Itt tényleg az ilyen tipikus középkori stílusú dolgok vannak. Rengeteg kis utca, elképesztően szép, és ugye Firenzét egy folyó szeli ketté, amin rengeteg csodaszép híd van, mi is több hídon mentünk át. Az első napon igazából még nem vetettük bele magunkat annyira ebbe a hatalmas firenzei városnézésbe, mert már fáradtak voltunk, egy egész napos utazás mögöttünk volt. Viszont még így is körülnéztünk a környező utcákban, és kerestünk egy jó éttermet, és ezen kívül megnéztünk a közeli marketet, ami tényleg egy hatalmas, tehát még nagyobb volt igazából, mint a budapesti vásárcsarnok, ugye ott a főemtéren. Hatalmas volt a vásárcsarnok, és még ki is voltak települve az épületen kívül ilyen kis
bazári eladók ilyen mindenféle bőrtáskákat, pólókat, mindenfélét árulgattak. Miatt nem vettünk semmit, viszont elég menő volt így végsétálni a finom bőrillatban a marketem. Aztán következett a második nap. A második napon belevetettük magunkat Firenzébe, és egy elképesztő napot töltöttünk el, ugyanis meglátogattuk az Uffizi Múzeumot. Most tudni kell, hogy az Uffizi Múzeum a világ egyik legnagyobb múzeuma. Elképesztően sok festmény és műtel található, és ezért persze szeretnék rengetegen megnézni. Mi is oda mentünk szépen nyugisan, és amire számítottunk, az durva volt. Gyakorlatilag az épület előtt egy laza 3 órás sor várt. Na hát, mondom, ez nagyon durva. Mi sem hittünk a szemünknek, néztünk, mentünk, néztük, hogy úristen, ez mi, és tényleg nagyon-nagyon-nagyon sokat kellett volna várnunk, de nem vártunk. És drága édesanyám belebotlott egy ilyen idegenvezetéses túrába, ami ugye körbevétett minket az egész múzeumon, és azt ajánlották, hogy kb. 20 perc fél óra alatt bevisznek téged a múzeumba, ott kapsz egy mindent átfogó idegenvezetéses előadást. Persze picit drágábban, mint amúgy is, de megérte. Mi ugye ezt megvettük, és itt tényleg olyan fél óra alatt bejutottunk a múzeumba, és ami ott volt. Úristen, egyszerűen fantasztikus volt. Tényleg az a iszonyatos mennyiségű kép, amit ott láttunk. És láttuk az a világ egy legismertebb festményét, a Vénusz megszületését, hogy tudjátok, amikor egy kajlóban így áll, és így bámul, és így takargatja el magát. Na igen, na azt megláttuk, és úristen, annyira szép volt. Nekem az az egyik kedvenc festményem, úgyhogy elképesztő érzés volt látni tényleg ott élő valójában. Másnak gondolom, ilyen lehet a Mona Lisa, vagy akármi. Úgyhogy tényleg elképesztően jó volt. És tényleg egy laza 3 órát töltöttünk bent, vagy nem 3-at, 2-t töltöttünk bent a múzeumban, és az a szomorúan mennyiségű információ az a végén, mert azokban nem kipukasztotta a fejemet, annyi volt, de nagyon megérte. Ugye az Uffiziban kezdtünk, majd elkezdtük bejárni a várost. Firenze tényleg egy hatalmas város, meg annyi rengeteg bolttal, látnivalóval mindennel, és ezért mi bele is vágtunk, és tényleg egy nagyon komplett napot töltöttünk el ott. Megnéztük, ugye gyakorlatilag van egy nagyon-nagyon-nagyon szép híd Firenze két oldala között, ami tele van ilyen bolti árusokkal. Tehát vannak itt bolti árusok, szellemlakatok, minden, ami csak kell, egy igazi tényleg nagyon romantikus híd, tök nagy. Oda elmentünk, megnéztük, átmentünk, nagyon szép volt. Az összes házon lehet látni azt a kort, és azt a töménytelen dolgot, amit ő látott, mondod a ház. Mert tényleg, mintha egy ilyen középkori városban sétálna az ember, olyan volt. Úgyhogy igen, elég jó volt. A harmadik nap béreltünk egy autót, és nekivágtunk Toszkánának. Ugye Toszkána, ugye az a vidéknek a neve, ami ugye Firenze környékén van. Ugye itt nagyon-nagyon híres a finom borairól, a finom sajtjairól, és ezekről az ilyen jó kajákról és a szép természetéről. És mi is így belevágtunk, és nézegettük a dolgokat. Igazából a nap programja az volt, hogy több kisebb falut megnézünk Toszkánában, és eljutottunk egy csúra szép, aminek igazából nem is tudom, mi volt a neve. Egyszerűen annyira összekeverednek már a fejemben, rengeteg kis falu, amit megnéztünk. De volt egy nagyon-nagyon szép falu, ami tényleg ilyen nagyon-nagyon-nagyon szűk utcáik voltak, és tényleg látod, hogy itt laknak, viszont nem voltak sokan, és nem is értettem, hogy itt olyan, mert nem volt se bolt, se semmi a környéken, tényleg gyakorlatilag 3-4 utcából állt az egész falu. De mondom, tehát rengeteg ilyen kisvárosba elmentünk, és ott megnézegettük a dolgokat, meg hogy milyen így falun vagy kisvárosban élni, és nem ebben a hatalmas firenzei, meg mondjuk milánói, vagy akármilyen őrületben. Ezen a napon ejtettük útba Siennát. Ugye Sienna a másik nagyváros Firenze mellett. Ezt amúgy a tourguide-unk el is mondta, hogy Sienna és Firenze régen ellenségek voltak, és ezért teljesen máshogy fejlődött ki a két város, és amúgy tényleg nagyon-nagyon máshogy is néz ki a város. Egyszerűen olyan, hogy ugye Firenze elég össze-vissza van, míg Siena
olyan, mintha hatalmas köröket tenne egymás után az ember, és minden utcából bemegyünk egy főbb körútba, és van egy elképesztően gyönyörű főtere, konkrétan olyan monumentális, igazából egész Siena-ra az jellemző, hogy monumentális. Minden hatalmas templomaik vannak, hatalmas főterük van, hatalmas parkolójuk van, hatalmas a folyó, amiket tészteljek a várost, minden nagyon-nagyon-nagyon nagy, és éppen ezért olyan volt, mintha az ember elveszett volna benne tényleg. Szóval Siena-t arra használtuk, hogy vásároljunk, ugyanis Siena-ban rengeteg olyan márka meg volt található, amit például Firenzében nem találtunk meg. Például volt Kiko, azt szeretjük, meg egy csomó ilyen olasz márka, amit ugye ott láttunk, és vásároltunk, meg ugye vettünk egy csomó-csomó dolgot is. Ilyen anyukám vett ilyen különböző tányéralátéteket, meg mindenféle ilyen tök jó, az a tipikus olasz kerámia a dolgokat, úgyhogy nagyon-nagyon szép volt. És ugyanúgy igaz volt Siena-ra is az, amit mondtam Firenzéről, hogy rengeteg ember van ott is, tényleg ott is nagyon-nagyon sűrű sorokban mentek az emberek, mindenki ment, vásárolt, és tényleg mindenki megállítatlan volt és előretört. Szóval nagyon-nagyon sokan voltak, és ezt egy idő után eléggé fárasztó. Én is igazából már Firenze után is eléggé kész voltam, de Siena betett nekem még egy lapáttal, úgyhogy elég fárasztó volt. Sienából visszamentünk ugye a Toszkán vidékre, és ott ugye megszálltunk egy ilyen kis faluban, ami csodaszép volt amúgy tényleg egy ilyen, igazából nem is falu volt, hanem egy pár ház tényleg, és ott volt kialakítva egy ilyen nagy, ilyen majorság gyakorlatilag, ahol rengeteg ilyen kibérelhető ház volt, és ott voltunk. Azután pedig visszatértünk másnap reggel, visszamentünk Firenzébe, hogy leadjuk az autónkat, amivel jöttünk, mert ugye mondtam az elején, hogy béreltünk autót, hogy elmásunk Toszkánába. Szóval leadtuk az autónkat, és elindultunk a firenzei vonatállomás felé, azért, hogy felszálljunk Milánóba egy vonatra, és elmenjünk Milánóba. Na hát, de a terveink persze nem sikerültek, ugyanis a firenzei vasútállomásra érve azt tapasztaltuk, hogy egyetlen egy hely sincsen, egy vonatra sem, Milánóba. They ask you how you are, you just have to say that you're fine, when you're not really fine, but you just can't get into it, because they would never understand. Meg ott ültünk, és gondolkodtuk, hogy mit csináljunk. Tényleg, se a méregdrága 300 km per órával menő vonatra se volt jegy, se a sima, egyszerű halandóknak feltartott Firenze-Milánó közötti vonalra sem volt már jegy. Meg ott álltunk, hogy mégis most milyen jó életet csináljunk. Már gondolkodtunk, hogy buszra szállunk, hogy nem, hogy elgyaloglunk odáig, tehát már mindent kitaláltunk, persze buszra nem volt hely, hát gyalog meg tudjátok, hát mennyi idő. Végül azt látok ki, hogy bérlünk egy autót egy másik társaságtól, mint ugye korábban béreltünk. Úgyhogy béreltünk még egy autót, és nekivágtunk Milánónak. Ugye Milánó és Firenze között durván 200 kilométernyi a távolság, úgyhogy volt egy jó 3 óra, míg odaértünk. Szóval ott aludtunk, majd másnap reggel nekivágtunk, hogy megnézzük Milánót teljes nagyságában napfénynél. Természetesen az utunk a milánói katedrálishoz vezetett, tudjátok, az a hatalmas, fehér, nagy szobrokkal elképesztően jól nézett ki. És itt vettük el az egyik hibánkat, ugyanis mi voltunk olyan hülyék, és kivártuk azt az elképesztően hosszú sort, amitől ugye be tudtunk jutni a katedrálisba. Ahelyett, hogy először felmentünk volna a teraszokra, ugyanis a terasztoknál nem volt sor, és onnan a teraszoktól le lehetett menni a katedrálisba. Úgyhogy vártunk egy laza 1 órát, míg ugye beléphettünk a katedrálisba, ahelyett, hogy vártunk volna kemilyen talán 2 percet, és felálltunk volna a teraszokhoz, majd utána a katedrálisba. Úgyhogy ha esetleg jártuk Milánóban, és el akartuk menni oda a nagy katedrálisba, akkor mindenképpen először mehetek fel, nézzetek meg a teraszokat, és utána mehetek le a templomba, mert időben sokkal jobban fogtok kijönni. Tényleg a katedrális és a fönt a teraszokról a kilátás elképesztően gyönyörű volt, tényleg monumentális volt, és látni mindezt a kimunkált, aprólékos munkát, amit ők ott csináltak a szobrokkal, és a festményekkel, és minden, ami ott volt bent, elképesztő volt, mindenkinek nagyon ajánlom a megnézését. Ezután pedig, miután megnéztük Milánót, és nem csak ugye megnéztünk a katedrálist, hanem még ott körülnéztünk a városban, vásárolgattunk, megnéztünk még pár templomot, meg úgy az egészet, úgy magunkba szívtuk ezt az egész milánói hangulatot, ami tényleg nagyon-nagyon jó volt.
aznap délután ment a repülőnk vissza Budapestre, úgyhogy felkelekedtünk, és elmentünk a repülőtérre, felszálltunk a repülőre, és hazajöttünk. Nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett Olaszország, tényleg nagyon-nagyon jó kajákat ettünk, és tényleg az egy kivétel volt, Siennában ettünk egy nagyon-nagyon rossz pizzát, amikor már annyira ések voltunk, és már minden étterem bezárt, hogy egy ilyen kicsit fura kinézetű pizzériába bementünk, ahol nem volt a jó pizza, nagyon nem volt jó, Istenem. Viszont minden máshol tényleg a kaja ilyen jó volt, tényleg nagyon-nagyon ízlett nekünk. Nagyon-nagyon szép volt minden, az összes templom, az összes utca, és alapvetően az olasz emberek is nagyon kedvesek voltak velünk, úgyhogy aki megteheti, az menjen Olaszországba, és tapasztalja meg ezt az igazi feel good életérzést, ami úgy átjárja ott az embert. Én pedig megköszönöm a figyelmeteket, és azt, hogy megnézzétek ezt a videót. Ha tetszett, akkor iratkozzatok föl, és lájkoljátok ezt a videót. És várlak titeket a következő videónkban. Sziasztok!